Dombóváron tartották a 21. Aszmaklubok országos találkozóját. A rendezvény zárásaként konferenciát tartottak a Tinódi Ház színház termében, melyen a város nevében Szabó Loránd polgármester köszöntötte az ide látogatókat. Városunkban papíron, hát 50 civil szervezet van, valóságban szerintem egy olyan 30 az, amelyik aktívan működik, de ők nagyon-nagyon aktívak, ebben is kiemelkedik a Tózalaszma Egyesület. 25 évvel ezelőtt 14 fővel kezdték meg a munkát, ma 65-en tagjai az Egyesületnek, és folyamatosan jelentkező, mondta Tóth Sándor, a szervezet elnöke. Alapszabályunk szerint is az egészségmegőrzés, megtartás és a jó levegőn való sok séta, ez az alap filozófiánk, természetesen az orvosi előadásokkal és szaktanácsokkal kiegészítve. A magas létszámú egyesület aktívan részt vesz a városi rendezvényeken, együttműködik más civil szervezetekkel. Sokat kirándulnak és tartózkodnak a friss levegőn, hiszen az aszmás betegeknek ez nagyon fontos. Emelte ki Tóth Sándor, az egyesület elnöke, aki hangsúlyozta, szeretné, ha a meghívottás egyesületek elvinnék a város jó hírnevét. Pós Péter, az asztmás és allergiás betegek országos szövetségének elnöke, példaértékűnek tartja az egyesület munkáját, a várost pedig sugárzóan civil barátnak érzékeli. Mi most azt mondhatnánk, hogy most pont az országos szövetséget segíti a helyi egyesület, és azt mondhatnám, hogy ez a egy olyan egyesület, amelyik talán példaadható, lenne az összes többi számára is, és reméljük, hogyha ezzel kapcsolatos ismeretek kimennek, akkor mások is kedvet kapnak, és újra civil szervezeteket alakítanak. A háromnapos rendezvényen előadást tartott allergológus, tüdőgyógyász, diabetológus és belgyógyász. A részvevők a cukorbetegségről és az aszmás betegség belgyógyászati vonatkozásáról is részletesebb tájékoztatást kaptak.